És következő vendégünk itt a stúdióban Dúró Dóra, kezét csókolom mi hazánkkel, meg helyettesre. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Egyesült Államokból származó adattal szeretném kezdeni a beszélgetésünket. Ugye ők azt mondják a statisztikákra alapozva, hogy olyan 1,5 millió 12 és 17 év közti gyermek betegedett meg a koronavírusban, és ebből a 1,5 millióból kb. 13 ezer gyermek szorult kórházi ellátásra. Nagyon sok szakember ugye ezt még hozzáteszi azt, hogy ez a bizonyos nyáimmunitás akkor alakul ki, hogyha a lakosságoknak, mármint a különböző országok lakosságának a 70%-át sikerül beoltani. Hát ez meg csak úgy fog sikerülni, hogyha a gyerekeket is beoltják, mert milyen 12 évnél idősebb gyerekeket. Mi ezzel a problémájuk? Miért féltik a gyerekeket? Orbán Viktor már korábban belengedte egyébként azt, hogy kötelezővé teszik a gyerekeknek az oltást. Egy korábbi rádió interjújában arról beszélt, hogy bár felnőtteknek nem teheti kötelezővé, gyerekeknek kötelezővé teheti, és mi ekkor szóltunk, hogy mi ezt nem támogatjuk. Alapvetően a Mi Hazánk mozgalom nem oltás ellenes, tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, mert hajlamosak az ellenségeink, vagy az ellenfeleink ezt ránk sütni. Arról van szó, hogy van egy szakmai konszenzus a tekintetben, hogy a gyerekekre a koronavírus az sokkal kevésbé veszélyes, mint akár az idős korosztályra, ezt már lényegében a megjelenésétől kezdve senki nem vitatja, és a különböző variánsok is így viselkednek. Viszont az oltásnak a hosszú távú hatásait egyáltalán nem ismerjük, felnőttek esetében sem, gyerekek esetében pedig pláne. Tehát, hogyha azt mondjuk, és abban konszenzus van, hogy a gyerekekre sokkal kevésbé veszélyes a vírus, és ennek a kockázata sokkal kisebb, akkor az oltásoknak a kockázata viszont itt felértékelődik. Én ezért feltételezem, hogy önök ott a Mi Hazánk mozgalomban azért olvasnak nemzetközi sajtót is, de hogyha nem, akkor a magyar sajtót biztos, hogy lapozgatják, olvassák. Amióta a Delta variáns ugye megjelent, azóta viszont rengeteg szakember elmondta azt, hogy na ez az az a mutáció, ami most már a gyerekeket is veszélyezteti. Tehát nem csak úgy, hogy könnyebben válnak fertőzöttebbé, hanem úgy is, hogy az ő egészségükre, akár életükre is sajnos sokkal nagyobb kockázatot jelent. Ennek a megjelenése óta még nem telt el kellő idő ahhoz, hogy ezt teljesen biztosan ki lehessen jelenteni. Na jó, de önöknél vannak kutatók, elnézést? A brit mutánsra is egyébként, amikor az megjelent, akkor arra is azt mondták, hogy veszélyesebb lesz a fiatalokra is. Aztán láttuk a hullámnak a lecsengését, hogy azért olyan nagy megbetegedésszám növekedést a fiatalok körében, gyerekek körében nem jelentett. Mi azt szeretnénk, hogy teljesen világos legyen mindenki számára, hogy az oltásoknak mi a kockázata, és a vírusnak mi a kockázata. És nem szabad elhallgatni ezeket. Mi egyébként az Amerikai Egyesült Államokban működő betegségmegelőzés és járványügyi központ adataira hivatkozva állítottuk azt, az ő mérésük alapján mondtuk azt, hogy a gyerekek esetében sokkal óvatosabban kell az oltással is bánni. Ráadásul az utóbbi időszakban nagyon sok olyan jelzés érkezik a Mi Hazánkhoz, amely az oltást követő 1-2 hétben bekövetkező nagyon súlyos megbetegedés, vagy akár halálesetről szól. És amikor ebből nagyon kevés volt, akkor még én is úgy gondoltam, hogy biztosan véletlenről van szó. De azt látni kell, hogy sem a gyógyszercégek, sem a kormány, sem egyébként a balliberális ellenzék, akik mindannyian az oltás mellett vannak teljesen egyértelműen, ők nem fognak ezekkel az emberekkel foglalkozni. Holott nagyon fontos látni tisztán azt, hogy az oltásnak milyen következményei vannak, és ezért intünk óva a gyerekek esetében az oltástól, mert ezek a következmények bizony ugyanúgy benne vannak a levegőben. Na, ha már ezt említette beszélgetésünk közben, hogy önökhöz nagyon sok visszajelzés érkezik mellékhatás vagy szövődmények esetében, de ez a teljes lakosság, felnőtt lakosság vagy gyerekekre gondol? Felnőtt lakosság elsődlegesen. Jó, alapvetően akkor csak tisztázzuk. Akkor önök most azt szeretnék, hogy ez nem lenne kötelező, tehát el tudják fogadni azokat a családokat, a döntését szülőknek, akik beoltatják a 12 évnél idősebb gyerekeket, csak azt nem szeretnék, hogyha ezt kötelezővé tenné a magyar kormány. Hát az, hogy kötelezővé tennék, az semmiképpen. Nekünk az a véleményünk, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a gyerekek oltása szükségtelen, de a felnőttek esetében is azt hangsúlyoztuk, hogy mindenki döntsön maga. És ezért nem tudjuk például elfogadni a védettségigazolványt sem, illetve azt meg pláne nem, amit tegnap már belengetett Gulyás Gergely, és lehet, hogy Orbán Viktor ma már be is jelenti, hogy bizonyos munkaköröket csak oltással lehet betölteni. Ez szerintünk felháborító. Miért? Azért, mert attól, hogy valaki be van oltva, vagy nincs beoltva, attól ugyanúgy kellene, hogy
hogy gyakorolhassa a szakmáját, hiszen hogyha ez nem egy kötelező oltás, hanem egy önkéntes oltás, akkor ilyen mértékű jogkövetkezményeket pláne nem lehet hozzá rendelni. Kivéve akkor, hogyha valaki olyan munkakörbe dolgozik, és fertőződik meg azért, mert nem akarta magát beoltatni, hogy megfertőz mondjuk könnyedén több tucat embert, vagy több száz embert, akkor sem elfogadható? Ma Magyarországon már mindenkinek, aki szerette volna, lehetősége volt arra, hogy beoltassa magát, hiszen a megfelelő mennyiségű oltóanyag rendelkezésre állt. Tehát ha valaki fél a vírus kockázatától, magát beoltathatja, ezáltal védetté válik. De hogyha valaki másképpen dönt, mi nem tudjuk elfogadni, hogy ezért bármilyen hátrány érje. Most a nyári táborozásokra már egyébként bevezette ezt a kormányzat, hogy csak olyan pedagógusok táboroztathatnak gyerekeket, akik be vannak oltva. Szerintünk ez nem indokolt diszkrimináció. Másrészt egy oltott ember is elkaphatja a fertőzést, és ő ugyanúgy továbbadhatja, tehát a terjedés szempontjából nincsen különbség igazából. Említettük Emiliával, hogy majd megkérdezem önt arról is, hogy Magyarországgal szemben ugye kettő kötelezettségszegési eljárás indult. Az egyik az éppen a Meseország mindenki című könyvvel kapcsolatosan, melyet ön ugye nem tudom, egy éve, fél éve, nem tudom, most már elég régen volt, igen, ledarált nyilvánosság előtt. Nem tudom, most ez a kötelezettségszegési eljárás mégis azért jelentheti ez az ön számára, hogy hibát követett el? Semmiképpen, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Mi Hazánk mozgalom a propaganda ellen van, és szintén Egyesült Államok beli és Nagy-Britannia beli adatokra tudok hivatkozni, mert ott, ahogyan megnőtt ezeknek az LMBTQ szereplőknek a száma a különböző sorozatokban, amit a fiatalok néznek, ezt követően a körükben megnőtt az ilyen LMBTQ életmódot folytató embereknek a száma. Tehát egyértelműen látszik, hogy az a propaganda, amit nem véletlenül ez az agresszív kisebbség igyekszik ráerőltetni a gyerekekre. Agresszív kisebbség? Igen. Igyekszik ráerőltetni a gyerekekre ezt az életmódot, az igenis hatással van, befolyásolja azt, hogy ők milyen irányba fognak elmozdulni. Még egy utolsó kérdésem lenne, nyilván minden néző tudja, hogy ez most az ön saját véleménye, hiszen ön mondja ezt, hogy Nagy Boldizsár, aki ennek a mesekönyvnek ugye a szerkesztője volt, ő elhagyja Magyarországot, ugye nem feltétlenül azért, mert most itt az elmúlt időszakban ilyen törvényt fogadtak el, most a pedofiliánus törvényre gondolok, de mondjuk kapott halálos fenyegetést is. Ezt hogyan veszi, hogyan vélelmezi? Úgy gondolom, hogy semmi félnivalója nincsen ezeknek az embereknek Magyarországon, hiszen az úgynevezett Budapest Pride, amelynek az útvonalát most a Mi Hazánknak sikerült, hála Istennek, megakadályozni, hogy legalább az Andrássy úton, Deák téren, Bajcsi Zilinszky úton nem tudnak vonulni. Ez az az esemény Magyarországon, amelyhez a legtöbb külföldi nagykövetség és a legtöbb cégvezető csatlakozik, tehát nincs más egész Magyarország életében, amit ennyire támogatnának külföldről és a nagy cégek részéről, tehát ha valakinek, akkor nekik aztán semmi félnivalójuk nincs. Hát még millió kérdésem lenne. Kiszaladtunk már az időbe, de úgyis fogunk majd találkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.